A várost elkerülő körgyűrű befejezését, kerékpárutat, színházfelújítást, konferenciaközpontot, Dunaszerdahelyen 4 sávos összeköttetést, valamint egyetemi fejlesztést ígért Győrnek Orbán Viktor a Modern Városok program utolsó előtti állomásán. A miniszterelnök 2 évvel ezelőtt Sopronban indította útjára a megyei jogú városokkal kötendő megállapodás sorozatot. A győri megbeszélésen szó esett az ország munkaerő helyzetéről is. A 23 megyei jogú város közül Győr a 22., amelyen megállapodást kötött a kormány. Ezen megállapodásban egyebek mellett egy új híd építése, a körgyűrű befejezése, a színház és környékének felújítása, a hangversenyterem építése, valamint a Győri Egyetem fejlesztése szerepel. Itt csak azért, mert az ember nem mindig bír a vérével, szeretném megemlíteni, hogy a mi kormányaink azok nem egyetemeket szoktak bezárni, hanem egyetemeket szoktak alapítani. 4 egyetemet is alapítottunk a kormányzati éveink során, az Andrássy Egyetemtől a Szapiencián keresztül, és a Győri Egyetem is nagyon közel van a szívünkhöz, hiszen ennek kialakításában is tevékenyen részt vehettünk. Orbán egy kérdésre válaszolva beszélt a magyarországi munkanélküliség helyzetéről. A miniszterelnök azt mondta, hogy az év végére országosan is eléri a kormánya teljes foglalkoztatottságot. Jelentősen csökkent ismét a munkanélküliség, nőtt a foglalkoztatottság. Az önök városában elérték a teljes foglalkoztatottságot, és az országos átlag is valahol a 4-4,5% környékén van. És ha jó Isten megsegít bennünket, akkor ennek az évnek a végére 4% alá is be fog esni a munkanélküliség, ami lényegében teljes foglalkoztatást jelent. Orbán Viktor szerint nem sokára az értékes munkaerő országosan hiány lesz, és egyben jelezte, hogy az egész ország fejlődik. A Modern Városok program sorozatának utolsó állomása Hódmezővásárhely lesz, ahova május végén várják a miniszterelnököt.